Everens úr, tanácsadó Everens kontingens forrásztok-e jelentem. Az EUFOR kontingens 23. váltása a missziós feladatok ellátására felkészül. Köszönöm, a jelentést elfogadom. Sok sikert kívánok önöknek a feladat végrehajtásához. Több hónapos eredményes felkészülést követően családtagjaik jelenlétében búcsúztatták el a közel 150 katonából álló kontingenst. A lövésszázad hamarosan megkezdi szolgálatát Bosznia-Hercegovinában, ahol 2 évtizede még véres polgárháború tombolt, mára azonban viszonylag nyugalomban. A nemzetközi összefogás által elért eredmények ugyan biztatóak, azonban nem dőlhetünk hátra, hiszen már közhelyszerű, de igaz, hogy a felszín alatt továbbra is hosszú nyelvaparás. A balkáni térség stabilitásának megtartásával történő részvétel a földrajzi közelség jogán Magyarországnak is elemi érdeke. A délszláv válság rendezésének végrehajtását biztosító NATO, majd az Európai Unió irányítás alatt álló műveletekben hazánk az első pillanattól fogva részt vesz. Ez már a 6. váltás, ami az Arabona légvédelmi rakétaezred állományára épül, a katonák feladata pedig az előzőekhez hasonlóan, ezúttal is a békefenntartás lesz. Nyilván fel kell készülnünk mindenféle problémákra, illetve ha úgy alakul a helyzet, akkor különböző tömegkezelési feladatokra is fel vagyunk készülve, de alapvetően most a helyzet békés. A lövészszázad táborőrzés védelmét fogja végrehajtani, kiképzési feladatokat fog végezni, és együttműködni fog a bosnyák fegyveres erőkkel. A kontingens katonái közül sokan vannak, akik már többször megjárták Szarajevót, szinte minden váltásban van azonban olyan egyenruhás is, aki először vesz részt a misszióban. Egy ilyen misszió nagy kihívás egy katona számára. Én tapasztalatot és szakmai fejlődést várok ettől a missziótól. A lövészszázad egy része márciusban utazik a misszióba, a katonák többsége pedig fél éves hazai készenléti szolgálat után szeptembertől kezdi meg kiküldetését Bosznia-Hercegovinában.